Szeretettel köszöntöm a tévénézőivel együtt dr. Hán Andrást, aki az ötvös kosaras napokon vett részt, és szeretnénk megkérdezni tőle, hogy hogy érzi itt magát, hogy tetszik neki ez a rendezvény, mit szól ez a fantasztikus teremhez, amivel mikor még ő diák volt, csak álmodozhattak erről. Erről beszéljön nekünk néhány szót. Hát gratulálok az ötvösnek, hogy létrehozott egy ilyen termet. Én megnéztem, hogy hogy néznek ki a mellékhelységek, és azok is megállják a helyüket, szóval a nagy magyar valóságban ez kuriózum számba megy, mert még megvan a papír is a WC-ben, szóval ez mindenképpen tiszteletre méltó, és köszönni kell a diákoknak, a tanároknak, az egész közösségnek, hogy képesek ezt így színvonalon tartani. Én tartozom neked egy vallomással, hogy itt az operatőr kollégát megkértem, hogy hadd csináljam én veled ezt a riportot. Én nem szégyellem bevallani, hogy nagyon kellemes, nosztalgikus emlékek fűznek hozzád. Nem tudom, te vissza tudsz emlékezni, hogy mindössze 45 évvel ezelőtt játszottuk utoljára együtt a Városházának az udvarán, bitumenen, szabadtéren. Te jó szívvel emlékszel ezekre az időkre, tudnál erről valamit mondani? Én nem úgy emlékszem, hogy olyan régen lett, ez tegnap előtt volt, és nem csak a bitumenen játszottunk, hanem a Városmajor új termében is. Jó néhány meccset, csak sajnos nem eleget, mert akkor megsérültem, de én mindig úgy emlékszem ezekre a közösségekre, ugye nem egy közösségben játszottam, klubcsapat csak a VTSK, illetve a BS-e volt, hogy legszebb emlékeim, mert igazi csapat voltunk, és nagyon nehezen lehetett ezt a csapatszellemet elrontani. Nem is sikerült, azt hiszem, senkinek, de még most is, ugye, mikor ennyire mindenféle butaságokon veszekszünk, érdekes, egy kosarassal találkozom, hogy soha nem ezek a dolgok jönnek elő, hanem a közös emlékek és a pozitív pillanatok. Soha nem emlékszem arra, hogy valahol leprakeroltak, arra emlékszem én is, hogy esetleg kaptam labdát, vagy én adtam, bedobtam. Tehát ez végül is egyértelmű, hogy nekem csak pozitív emlékeim vannak a kosárlabdával kapcsolatban is. Reméljük, hogy akik látják ezt a riportot, azokban legalább ilyen kellemes emlékek fognak ébredni. Vagyunk azért néhányan, akik annak idején a Városháza udvarán együtt játszottunk. Én például a Lakos Bandit is hívtam, hogy jöjjön el, de ő még játszik Kemolba játszik, és éppen a szenior bajnokságban meccsük van, úgyhogy mondta, hogy fájó szívvel, de nem tud eljönni. Hát reméljük, hogy a Lakos Bandival együtt sokan föl fognak téged ismerni ebbe a riportba, holott, ahogy visszaemlékszem, 45 évvel ezelőtt picit barnább volt a hajad, ezek a fantasztikus térdgumik nem voltak még rajtad, úgyhogy egy picit mások voltunk, picit fiatalabbak, picit ruganyosabbak, de remélem, hogy jobban, jó szívvel emlékeznek erre az emberek. És hát úgy érzem, hogy a kosárlabda hagyományok ápolásáért te is sok mindent megteszel, hiszen ezen az ötvös kosaras napon látjuk, hogy már itt van a fiad is. Hát gondolom, hogy ez egy nem kis ábrán teljesül ezzel, hogy te a fiaddal együtt játszol. Mondjál erről néhány szót. Nehezen vettem rá, mert ő más sportágakat tűz, de otthon, miután elkészült a streetball pályánk, mert csináltunk egy kosaras pályát, tehát ott streetball meccseket végünk, üvegpalánk, tehát ez év nyáron már rendes métákat vívtunk, és ez nagyon sokat javított a kondíciómon, mert bevallom őszintén, hogy miután meglett ez a pálya, vettem a fáradtságot, hogy komolyabban rájak a kosárlabdára, hát ugye ez persze csak idézőjelben értendő, tehát egy heti 3-5 edzés, és így sikerült 24-25 kilót leadni, és sikerült nyáron eltörni a csuklómat egyik edzésen, és sikerült most egy másfél hónapos jobb lábszársérülést is szereznem, tehát végül is most a kosárlabda az a valódi arcát megmutatta, hogy az ember próbál ugye a saját nívóján belül beleadni amennyire lehet mindent, azért nem kevés sérülés veszéllyel jár.
Az előbb csináltunk egy riportot a Gyimesi Jancsival, akit bizonyára jól ismersz, itt játszik a szemünk előtt, és egy nagyon kedves ötletet felvetett a Gyimesi Jancsi, hogy neki is a Révfülöpi házában van egy kosárpálya, és vannak hazai bora is, és arra gondolt, hogy a kosaras öregfiúk csapatot meghívja, hát majd természetesen, mivel ez meg van örökítve tévén is, ezt el fogjuk fogadni ezt a meghívást. Mi erről a meghívásra a véleményed, hogy nem tartod esetleg ezt egy követendő példának? Ez egy rendkívül pozitív példa. Akkor viszont meg kell, hogy hívjalak titeket a faház elvitelére, mert azzal van súlyosbítva ez a félpálya, hogy ott kellett összeállítani a nejemnek a szerszámos kamrát, mert ugye ez vízszintes felület kell, és a szerszámos kamra összeállítás után már nem voltunk elegen, hogy a kamrát elvigyük a pálya negyedéről, tehát most úgy néz ki a pálya, hogy a kosár alatt szabad a tér, de az egyik sarok az a három pontos, azt nem lehet dobni a sarokból, mert a szerszámos kamrát... Némi nagyképűséggel hadd ajánljam fel a kosaras öregfiúk szívből jövő segítségét ez a szerszámos kamra arrébítező. De legyél nagyon óvatos, mert szívesen dolgozik ez a társaság, csak szörnyű nagy a fogyasztása. A fogyasztásra teljesen egyetértek, mert a Tibor barátunk, a Szejber Tibor, akivel együtt játszottunk a VTSK-ban, ő is jön a szerszámos kamra elvitelére. Csak azon szomorkodtunk, bevallom őszintén, hogy te mindig kitalálsz valamit, hogy hogy tudsz megmenekülni a szerszámos kamra arréfordás alól. De akkor most, hogyha hordod, akkor kénytelen leszel néhány fél időre is beállni. Nagyon bízom a Szejber Tiborra, mert jól emlékszem rá, hogy ő egy balkezes játékos volt, és a szerszámkamra bal oldalán tudunk neki helyet biztosítani, hogy szívesen elviszi majd, és egy balos helyet meg... Kamra elvitelére pontosan 6 ember. Én a vörös kabosnak a elvét vallom, aki azt mondta, hogy úgy szól a nóta, hogy sződ a sejmet, elfás, tehát te sződ, ne én. Vidd a kamrát, eltárs. Ez időtartamban ennek a szerszámos kamrának az arrébvitele, különösen sajnos ilyen balkezes irányító játékosok aktív részét, ez időben mennyi? 5 és negyed perc, hát akkor a többi időt kosárlabdával és aktív frissítéssel tudjuk tölteni. Akkor én még egyszer megismétlem az ígéretet, hogy szívesen jövünk, állunk a rendelkezésedre, és örülünk, hogy te megjelenesíted nekünk ezeket a dolgokat. Még egy búcsú kérdést föltennék, hogy te, mint szívsebész, tudsz-e valamit az ötvös szívről mesélni, hogy az legendás, nem szorul semmiféle gyógykezelésre, hosszú járatú működőképessége? Ahogy látom a mai fiatalokat, néhány meccset itt már játszottam velük, nagyon-nagyon jó szellemű társaságnak tűnik, és a szív a helyén van. Az ötvös szív szerintem mindig is a helyén lesz, mert aki ezt a nevet hordja, a szíve fölött, vagy nekünk a sapkánkon volt. Emlékszel a sapkára? Az viszont arra sorálhat a sapkára. Hát nem mondhatom, hogy a sapkán hordtunk a szívünket, de én most ott hordom a pici szívet az apom kihajtókáján. Akkor én még egyszer megismétlem, hogy számíthatsz ránk, és amit te elmondtál, ennél szebb gondolattal nem is tudjuk befejezni a riportot. Köszönjük szépen! Én köszönöm, hogy pár szót megtettem.